Nem garantálható a biztonságos betegellátás a Magyar Orvosi Kamara szerint. Úgy vélik, már túlórákkal a munkajogi szabályok rendszeres megsértésével sem tudják ezt biztosítani. Azt mondják, az az egyik fő probléma, hogy nem kapnak elég pénzt a betegellátás finanszírozására, és nagyon alacsonyak a bérek is. A kamara úgy véli, az alapellátás jogi és pénzügyi elhanyagoltsága, a fogorvosok alacsony javadalmazása, rohamosan súlyosbodó népegészségügyi kockázat. Schranz Róbert, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei területi szervezetének titkára azt mondja, az egészségügyi rendszer mai formája a végét járja. Alapvetően az a probléma, hogy az az összeg, amiben a betegellátás kerül Magyarországon, azt a biztosító, illetve a mögötte álló állam nem fedezi. Azaz valójában többe kerül az ellátás, mint amit kapunk érte. Ugyanez vonatkozik az ügyeleti ellátásra is. Ez elsősorban a kórházakban dolgozókra vonatkozik, ott emiatt olyan mértékű már a munkaerőhiány, hogy alig tudják ellátni a betegeket, mert a vezetőség nem tudja összeállítani az orvostímeket. Főleg a sürgősségi betegellátásban okoz ez nagy problémát, mondja Schranz Róbert. A helyzetet jól mutatja, hogy 280 szakorvos dolgozik a sürgősségi betegosztályokon országszerte, a szükséges 600 helyett. Schranz Róbert szerint jelentős béremeléssel lehetne enyhíteni a betegellátást már-már akadályozó szakorvos hiányon. Nagyon alacsony szinthez képest, mint egy 100%-os emelés már történt, és ezt kellene minimum megkétszerezni, és akkor lenne megfelelő. Szakemberek szerint ahhoz, hogy rendeződjenek a viszonyok, legalább nettó 1,5 milliós szakorvosi béreket kellene adni, továbbá a szakdolgozók bérét is rendezni kellene. Az érdekvédők már idén júliustól a szakdolgozóknak minimálisan 25%-os, míg a gazdasági műszakiak esetében 22%-os béremelést tartanának elégségesnek.